vele közben meg állva megyek. De egyébként nagyon jól érzem magam ebben a ruhában. 1962-ben születtem, 120-ban. 1981-ben jöttem Torontóban, azóta ebben az intézményben tevékenykedek. Szüleim alapító tagjai voltak az Okinawai Magyar Egyesületnek, többször voltak elnökök, kulturális igazgatók. Belém lett döngetve, hogy magyar közösségért kötelességem dolgozni, függetlenül, hogy totál két külön életet élek a kanadai társadalomban. Az egész család bele van avatva a magyar ügyben, a feleségem egy tisztviselő a cserkészetben, most szerezte meg, a gyerekeimet magyarul nevelem, és ebben az intézményben már voltam alelnök, kodálytáncos, szakszofonos, zenész, alelnök és elnök. Ki voltam zárva, akkor is visszajöttem, a pénzemet, a családomnak az idejét belöntem ebbe az intézménybe, és tűröm a rázalmazásokat, amik folyton jönnek. A ház súlyos állapotban van, egy ember ezt nem tudja csinálni. Egy ember ezt nem tudja csinálni. Nagyon sokan dolgoztak, önkéntesek, nagyon sokan. Nem lehet egyes neveket kijelölni azért, mert rengetegen dolgoztak. De nem volt elég a pénz, és nem volt elég a munka, ami illeti az, hogy miért vagyunk itt még most is, azért, mert azt se lehet az embereknek a torkukon lenyomni, hogy na most megyünk, bár lehetett volna, de az sem illett volna, hanem oda jutottunk most már, igen, egy krízis helyzetbe, hogy el kell hozni azokat a nagyon fájó döntéseket, és egy olyan vízbe evezni, ami ismeretlen, egy olyan ösvényt taposni, ami ismeretlen, és mindenki tépi, zúzza magát, és valahol meg kell találni a bűnbakot. Tessék, itt vagyok! Tessék, itt vagyok! Na de az nem fogja megoldani a problémát. Az nem fogja megoldani a problémát, hogy innen el kell menni a magyar közösségnek. Ez egy épület. Ez nem az intézmény. És rágalmazhatjuk, és tévészhetünk, és diktatórikus, és ez lesz, mindenkinek vannak a fájdalmai, rendben van. Nekem talán nincs megengedve, hogy nekem legyenek fájdalmaim. És nem is kezdek bele, mert fölösleges. Mert azért jöttem ide dolgozni, és dolgoztam itt keményen. Dolgozok is keményen, és az az érdekes, hogy ebben az egész zűrzavarban, ami ment itten az utolsó hónapokban, tovább is dolgoztam. És a jövő hét kedre is szerveztünk egy rendezvényt, akire mindenkit szeretettel várunk. Egy nagyon fontos ember, ugye? Az az ember, akit nem tudtunk kihozatni, de sikerült. A saját pénzükön. És itt lesznek. A Kósa Lajos itt lesz, abban a teremben kedd este. Köszönöm, én a Kósa Lajosból nem kérünk erről. Tessék? Ez a te barátod, még a Kósa Lajosból nem kérünk. Nem az a lényeg, nem az a lényeg, nem az a lényeg, elnézés, hogy felhoztam egy személyes eset, igen, azért, mert annak idején a Károly megkérte a segítségemet ebben az ügyben. Mi a lényeg a dolognak? A lényeg a dolognak az, hogy mikor fogunk arra rájönni, hogy sehol lehetetlen az, hogy mindenki megkapja mind azt, amit keres és amit akar. Lehetetlen. Mert annyira vontatott egy vontatott nemzet vagyunk, hogy mindenkinek engedni kell valamit valamiből, hogy együtt meg tudjunk lenni. Én itt maradok dolgozni, ha megengedik, ha nem akarják, akkor küldjenek el engem. De amit én csináltam itt 4 év alatt, én nagyon büszke vagyok arra, mert becsületes emberekkel együtt dolgoztam. Köszönöm szépen. Gábor, én ismerek, és a választás napjától együtt beszélgettünk. Emlékszel erre, mikor mentünk kifele, és igen, akkor mondtam neked, hogy Gábor, vajon jó lesz ez? Jó úton fog menni, amit te most felvállaltál? Emlékszel erre? Igen.
És mikor megkérdeztem tőled, Gábor, hogy a pénzügyi dolgok, mikor előhozódott, hogy vegy ki a pénz az ablakon. Igen. Miért nem próbálunk konzenzust, és hogy kiterjeszteni a tevékenységet, hogy megállítsuk ezt a folyamatot addig, ameddig ez a ház becsületesen eladódik? Ez egy kérdés. Miért ez a kérdés. Ez egy miért nem kérdés. Történt meg az? Ez egy nagyon jó kérdés. Azt kell megérteni, és ezt próbáltuk kommunikálni, és nem merülök bele abba, hogy miért nem sikerült ezt rendesen kommunikálni, Endre, hogy egyszerűen a forrásokat nem tudtuk addigra fölemelni, hogy túltegyenek azon a kiadásokon, mert olyan rettenetes állapot, amit sikerült nekünk csinálni, senki nem veszel semmit, se a Bálintéktől, se a Lacitól, ő is itt padlózott végig. Senki nem veszel semmit senkitől, de egyszerűen képtelenek voltunk utolérni magunkat, mert olyan állapotban volt ez az épület. És ez, tehát kiküldtünk most egy összefoglalót. De figyelj, megállíthatnak egy pillanatra? Én az anyagi kiadásokkal kapcsolatban csak annyit akarok fölhozni, nem akarok senkit boszorkányüldözésre. Mikor arról szól, hogy a rendet megkapta a ház, ugye? Akkor megkérdeztem tőled, hogy vajon az a grant érdemes, hogy fel legyen használva? Nem tudnánk megcsinálni társadalmi munkával 20 000 dollárért? Mit mondtál te? Mit mondtam? Azt mondtad, hogy ezt a grantet és összeszedjük a többi maradó összeget. Ugye, hogy lenyomott? Az az 50 000, 100 000 dollárt hozott magába adósságot. Ez lett az ára annak. De én megkértelek, Gábor, gondolkodjunk el, és van itten 1000 ember, aki építkezik. Én kémiai építkezés és javítási céget vezettem 160 embert Erdélybe, és 100 ember, és tudom a tetőjavításokat, de nem engedtél meg minket, és azt mondták, hogy megvan már az ilyen árajárat olyan. Elvittétek a házat nagyobb gödörbe. Kérdést tessék. Ez a kérdés. Én feltettem a kérdést. Miért nem tudtak beleegyezni abban? Endre. Miért volt jó? Senkit nem utasítottunk el, aki akart jönni segíteni. Attól függetlenül, hogy egy halom pénzbe kerül megcsinálni azt a két szárnyat annak a tetőnek. Nem beszélve arról, hogy a középső rész, ami 10 évvel ezelőtt meg lett csinálva, totál el van rohadva, és csak időkérdése, most egy fotót fogunk oda tenni 2000 dollárért, hogy nyerjünk egy kis időt, de totál el van rohadva a középső rész a tetőnek, hogy nem, én válaszolok egy kérdésre. Nem válaszolsz. Én válaszolok a kérdésre. Azt kérdezte, pillanat, meg akarom ismét jön a kérdésre, megengeded. Ő azt kérdezte, hogy miért utasítottátok el az önkéntes felajánlást. De nem utasítottuk el, hanem de szükség volt, az még ráadásul abban benne volt önkéntes munka. Volt önkéntes munka, sőt, a grant csak úgy működött, ha a másik felét és egy nagy részét önkéntes munkából csináltuk meg. Hát ott volt, már megint ott voltunk a tető, mi volt azok a nagy hűtőszerkezetekkel, amiket húzgálni kell? Mi volt azzal, amiket lapátoztunk, meg tényleg, meg szertük szét? Válasz meg, jó, következő kérdés.